Műsorunk támogatója Walter Group ipari tisztítószerek. Nagyobb hatékonyság, kevesebb kiadás. ...2020. június 4-e van. Jelképes dolog, hogy pont Trianon napján voltunk bent az idegenrendészeti hivatalnál Csíkszeredában, hogy kérvényezzük az ideiglenes tartózkodási engedélyemet, vagy valami hasonló dokumentumot. Mondjuk hát az ebben pont mögöttem látható az épület. Úgyhogy majd megvan, hogy milyen papírokat kell behoznom, és akkor jogszerűen tudok tartózkodni Romániában, drága feleségem révén, ugyanis ugye ő román állampolgár is, meg magyar is, én meg csak magyar vagyok, úgyhogy lesz egy hivatalos papírom arról, hogy én itt lehetek. Hát, sziasztok! Június 5-e van, és hetek óta nem voltam kint a kertben, vagy nem voltunk kint, ugyanis hiába a május a legszebb hónap, vagy a kedvenc hónapom, gyakorlatilag 2-3 hétig folyamatosan esett az eső, és most körülbelül 1-2 napja van az, hogy jaj, anyukát nem szabad fölvenni, ott reszeli a nem tudom mit a kapát. Tehát hetekig nem jutottunk ki a kertbe, mert folyamatosan esett az eső. Sőt, nem csak hogy esett, még hideg is volt, és fűtenünk is kellett. De a mai napon én most kijöttem megnézni, hogy mi a helyzet. Sőt, inkább nem is magamat mutatom, hanem a kertet. Hát íme, a fokhagymák meg a hagymák szépek. Ezek mik itt? Saláták? Amik közte kijöttek? Saláta kijött. Kapor rengeteg van. A bársonyvirágból szinte semmi nem jött ki. Kukorica elkezdett kijönni, ha jól látom. Hogy állunk a többivel? Hát valami megindult, hogy várunk. Aha. Most így nekiálltok gyomlálni. Itt le lett kaszálva. Csokolom! És én meg megyek füvet nyírni, mert bent az udvarunk is már úgy néz ki, mintha egy dzsungel lenne. Úgyhogy Tündi itt gyomlál, meg hasonló. Na, hagymánk, az tényleg nagyon szép. Főleg ez itt középen. Ez mennyivel nagyobb, mint az? Hát mert azok már ki voltak cirázva. És ezek meg itt ki se jöttek, mi? Hát voltam, mi nem jött. Hát sok nem jött ki. És a sorok között se jött ki semmi. Illetve itt valamicske van. Valami, mintha megindult volna, de hát... Hát még ez után indul meg, mert hidegek van. Aha. És a fönti részt néztük, a krumplit? Hát nézd meg! Nézzem meg! Most téged néznek. Na, fölmegyünk megnézni akkor a krumplit, hogy mi a helyzet. Na, ezt én itt lekaszáltam, illetve kikapáltam meg minden, de hát olyan, mintha semmi nem történt volna, mert a elmúlt 2-3 hét esőzése az rendesen betett. Na, nézzük, a krumplink az elkezdett szépen kijönni, úgyhogy ez rendben van. Ott fölül még valami lesz, tök cukkini, meg ilyesmi. Ciripel a tücsök. Úgyhogy ilyen most ez a történet. Hát lesz mit csinálni. Most hétvégén úgyis itthon leszünk. Micsoda? Borsó, csak a borkát meg sem. Borsó, borka? Egy
itt a bótól. Ja, ja. Az uborka az meg ott a szélén, nem? Nem az. Hogy? Uh-huh. Jó, megnézzük az uborkát is. Ja, ja. Elkezdett kérni, de a kapor mennyi van, ez hihetetlen. Volt már ennyi kaprunk egyáltalán? Még soha, nem? Hát igen. Na, úgyhogy ilyen, megnézem az epret is, hogy mi a helyzet. Fokhagymáink is szépen megvannak, amik ide lettek ültetve. Ó, gyerekek, hát itt már eper hegyek vannak. Ott is figyel egy. Már jön az eper. Egyén. Itt valamit megnézünk, egy ilyen picurkát. Na nézzük. Saját eprünk azért mégis a finom. Na, nekem muszáj mennem kaszálni. Ez a parlagszegfünk. Nagyon szép. És ez mi? Ez, ami ilyen nagyra nőtt? Leostyán. Tárkony, és ilyenek. Na jó. Hát itt is lesz megint mit kaszálni, úgyhogy nekiállok, mert aztán holnap után folytatom. Ó, és a bazsarózsánk. Kedvenc gimes együttesünk erről. Érdekel, énekel. Na, úgyhogy ilyen most a kertünk, június 5-e van, mint mondottam. Na tehát, elég nagy a dzsungel ismét. Itt egyszer már kaszáltam egy hónappal ezelőtt talán. Igen, körülbelül egy hónappal ezelőtt, de most ismét elég nagy a fű. Úgyhogy lesz mit változtatni ezen. Lesz mit kaszálni. Elég nehéz egyszerre videózni is, és valamit csinálni is, de most ennyi üzemanyagunk van még. Ezt beletöltöm ide a gépbe, mármint a tartályába. Remélem nem öntöm mellé. Nem. Elfelejtettem ma benzint hozni, de nem baj, mert anyósomat holnap úgyis be kell vinni a városba reggel, és aztán viszem egy kis kozmetikára az autót. Az oldala ki van rohadva, szegény 20 éves, és vizsgáztatni kell, úgyhogy a faluban Lóri barátunkkal megkérjük, hogy hegesszen oda egy darabot. Na, még bele sem ment az összes, hogy utána lefényezze, és átmenjen majd a vizsgán, ahol akik motoroznak a faluban, vagyis kifelé menet. Na nézzük, be tudjuk-e gyújtani ezt a szerkentyűt. Azt mondja, hogy majdnem. Egyszer ezt már kiszakítottam a helyéről, csak is Lóri javította meg, majd nem Lóri, nem Lóri, hanem Béla.
ez mindig ilyen játék. Ugye, ugye? Na, mégis csak én vagyok a főnök. Ötödik szezon kezdjük ezzel a géppel. Hát én nyarat végig, aztán öt nyarat, nem hatodik akkor sem. Öt nyarat végig használtam vele. Ez a hatodik lesz, úgyhogy már megszolgálta az árát. Na jó, lássuk, mit csinálunk. Most már lassan fél órája füvezek. Küzdök az elemekkel, vagyis a fűvel. Úgyhogy úgy néz ki, hogy lesz látszatja is a történetnek. Íme. Itt az udvar ilyen lett. Már még nem vagyok kész, most éppen felkapott egy nagy fűcsomót. Hát ilyen volt, ugye? Ilyen volt az udvar. De ezek a fűnyírások, ezek ilyenek, hogy az ember elmókázik a géppel a kertben, és akkor... Ha jön egy jó kiadós eső, vagy több kiadós eső, akkor egy-két hét is kezdheti újra. Tart az egészen mondjuk július vége, augusztus, szeptemberig. És utána már, ugye azt mondják, hogy augusztusban már a fű se nő. Hát még néha igen. Húzok ki, ha eszel, te is. Anyu is eszik. Jó, eszünk. Szeretem az illatát. Érzed? Szakicsállás. Hát, hogy ne érezném? Vigyel be a szobába. Jó, hogy látom. Kicsértem egyet. Nem. Bimbót. Nem akartad, hogy kijöjjön. Nem, mit csinálok? Tehát ilyet, mit csinál? Parlak rá ki. Olyan, mintha kevés lenne a hagyma, de nézzek, hogy milyen sűrű. Már az a ezt ne hagyjátok itt, ezt a szerszámot. Mi ez? Ez a bokaráztam. Hát itt meg semmi nem jött ki, mi? Újra kell ültessen. Az mi borsó a másik ott a szélén? Igen, az szép. Az szép. Bár ott is volt egy-kettő, amit nem de jött van, ki. Van, ami kijött, de maradt is meg szerencsére. Jó, elég annyi. Hát én kettőt, ha megeszek. Jó. Úgy is ki kell egyelni, mert nem nőnek meg a feje. Jó. Hát mindegy, majd veszedünk még. Három sor lesz, ugye? Ja, itt. Hé, szia bársonyvirág, te egyedül jöttél a virágra. Az az egy dab. Sehol nincsen már, végig néztem. Hát még lehet ültetni, még kijöhet, nem? De nézd meg a salátákat, ezek mind magrókért. Hát látom. Egyiket se ültettük.
Sőt, még meg is volt ásva, kapálva, minden. Taposvas, minden, igen. Akkor is. Hát mindegy. De kapor mennyi van, ez hihetetlen. Kapor erdő. Ebből most aztán jó sokat elrakok a fagyasztóba. Igen. Lesz, fokadj már. Igen. Jó sok lesz, ha jól látom. Na jó. Kicsi fecskék itt. Igen. De itt csak a krumpli ég, ezt nem? De sűrűbben akarjuk a paradicsomot ültetni, nem? Vagy hogy? Hát azokat a nagyoknak meg kell legyen a távolság, azok megnőnek. A nagyobbak lesznek. Ezért oda lehessen menni közé. De a kicsik égek. Velem még törték. Aha. Na, ültetődnek a paradicsomkák. Milyenek? Törpikék. Törpikék? Igen. Hupi zöld törpikék. Mint paradicsomot? Lehet, hanem biztos. Hallod, ez cuki? Ha? Bentről még kihozod azt a lábikót? A másikat? Közben a csorda is megjött. Június 7-e vasárnap. Éppen csak csöpörög az eső. Tegnap elültettük a paprikákat, a paradicsomokat, leszúrtuk a karókat. Tündingó most meg kötözi őket. Nem éppen csak csöpörög ma. Most elkezdett esni. Kingusék visszafordultak, de hazaértek. Picit összeszedik magukat, és visszajönnek autóval, mert Armon nagyon-nagyon akar jönni. Hát igen, ez az uborka, ez itt főleg. Ez az. Jó. Nem annyira jó.
Ilyen az időm is. Ha igen, itt lesz 1, 2, 3, 4, 6, 8, hát lesz 10, 10 malájletek, ha kijön. De tényleg a saláta az ilyen partizán módon mindenhol megjelent. Hagymát is mondta Lila néni most, hogy azt is kértetek, vagy igen, mondtad? Igen, igen, mert oda közé beültetem. Aha. Palánt hagymát, tehát a szamakikát. Aha. Ez az egy szembársony virág itt. Összes többi nem jött ki. Van. És ez is izé, nem? Az csombor. Csombor, ez meg kapor. Kukorica. Csombor az ott fölül volt sok, azt lehet, hogy kiválódott, nem tudom. Hát nem baj. Nem láttam többet. Meghagyjuk, hogy... Ezek a saláták, ezek cukik. Igen. Itt vagyunk a román-magyar határon. Az autópályán nem engedtek át minket, most lejöttünk a kicsi régi nagylaki állomásra. Igen. És majd kíváncsi vagyok, hogy itt átengednek-e bennünket. Van egy papírunk az ORFK-tól, hogy karanténmentességet élvezünk, úgyhogy szép fehér szakállam van, maszkba kell lenni, hogy ne ismerjenek föl, nehogy lelihegjek valakit. Tündés szép maszkba van, ő nem vette még föl. 100-valahány napot töltöttünk Romániában, Székelyföldön. Február 26-án érkeztünk vissza Dájába, és azóta nem voltunk Magyarországon. Viszont holnap, holnap után, azután, 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 azután munkáink vannak. Úgyhogy most muszáj bejutni édes egyetlen hazánkba, második, első, második hazánkba. Neked a második, nekem az első, és fordítva is. Igaz? Valami ilyesmi. Egyébként nincsenek sokan előttünk, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi idő alatt fogunk átjutni, és milyen feltételekkel. Maszkmester. Ki konkrétan? De a maszkban. Ja, most tényleg az vagyok, szó szerint. Ja Istenem, Úristen, jaj, most mi történik? Kolbi! Jaj, néz ki! Segítsek? Most már jókor szólok, mi? Még az elcipőversenyeztem. Micsoda? Még az elcipőversenyeztem. Vagy igen? Hát... Jó. Azt szerintem vegyük. Mennyi? 2000 forint? Annyi, 1909. Jó, most már leszem, szóval jó kis eső van, gazdag réten. Ott megy a vízibusz. Biztos, hogy lemassa a madár szállt az autóról. Igen. Gazdagréti madarak mindig megtisztelik az autót. Egy kis foszforral, vagy mi az
Mi van benne a madárkatyiban? Foszfor, nem? Akkor olyan fehér. Itt a gyufáról. Most már látogatok. És kipróbálom, mennyire lehet zoomolni ezzel a 5,8-szoros, 6-szoros, anyám. Megyei út, egy kiadós esőzés után. Ez milyen cél? Honnan? Valami pajcai. Június 22-e van. 19-én jöttünk haza Pestről, ahol majdnem 3 hónap után tudtunk lenni. Látható, hogy a fül az olyan, mintha nem is vágtam volna, pedig vágtam, mielőtt elmentünk. De most kezdhetem majd előről az egészet, sőt, most még több van, mint volt. De azóta is folyamatosan esik az eső. Ezt is olyan szépen megtisztítottam itt, aztán most látható, hogy ilyen tündingó kijött a kertbe leszedni az epret. Igaz, tündingó? Szeded le az epret? Már ami nem rohadt el. Ami nem rohadt el. A hagymáink azok szép nagyok. Ugye majdnem 2 hétig voltunk Pesten, és amióta hazajöttünk, mint mondtam, rengeteg eső esett, ma is esett. Krumpli nő. Íme. Paprika, paradicsom, hagyma, kapor, hát most ilyenek lesz. Most is jó felhős az ég. Egyszerűen a végre
legalább egy napig nem esne, akkor lehetne kaszálni. Eperlekvárt akartunk főzni, de amennyi eper maradt, abból nem sok lekvár lesz. Mi ez? Borsmenta? Hanem? Zsája. Ez a borsmenta. Ez pedig... nem tudom. Vegánul. A vegánul biztos nem lehet. Várjál, itt már van egy. Ennyit ért a nagy kaszálás. Egy hónappal ezelőtt kaszáltam, 3 hete. Nézd meg! Oregano. Oregano? Öreganyó. Tényleg hívjuk öreganyónak, az sokkal jobb. Lehet, hogy ezt odaültetem, hogy akkor itt az lesz. Jó, jó. A levendula milyen szép. Jó, ment át, hogy elültettem. De ez nem idei ültetés, ez a levendula. Ugye? De, hogy is. És itt ez... ez ekkora termesz vár lett, hát ez legalább 40-50 centi magas biztosan. Hát ugyanez, nem tudom. Nem termesz. Hát ugyanaz, hát látszik a le. Boly. Hangya, boly. Befittem. Benne van a videóban. Hát a bőfizésre felnőttetek. Így van. Én is fogok mindjárt egyet. Na, én nem így csináltam. Jó, te nem így. Jöhetek megint végig a géppel, ha megjavul. Lesz mit kaszálnom megint. Jó. Az mi? Ez kakukk és majoran. Mert szépen kigyomláltad. Még van rózsa túlfele az asztalról, áthozod azt a rózsa? Aha. Ha megkérlek szépen? Igen. Nem gyomláltam, ki kellett kapáljam nekába. Annyira nagyon be volt rába. Várjál. Mikor ültettük ezt a fát? Hát, 5 éve. 4 éve. Egy is, ott van. Ott van még egy. Pont a miénk. Meg ezt? Most együk meg? Nem együk meg, meg van érve. Akkor együk meg. Most megehetjük szerinted? Miért ne ehetnénk meg? Köszönjük szépen, kis szeretnék. Én leszettem meg, jó? Jó. Én meg a másikat. Ha ott véletlenül kikelne. Ott kikelne. Olyan kis cseresznyefánk és nagyon finom cseresznyét adott nekünk két és szemet. Nagyon, nagyon szép a kifa. Igen. Hát neki nincs a barackfány. Hát meg a barackfány. Barackfány nincs még. Pedig ő is nagyon szép fiatú barackfány. Vannak is fiai. Igen. Na.
június 24-e van. Folyamatos esőzések után ma végre sikerült kaszálnom. Ez egy olyan művelet nyaranta, amit mindig rendszeresen kell végezni, és a ma a kis autónk, amit tavaly ideiglenesen vettünk, ma levizsgázott, úgyhogy egy év ismét van, egy évig ismét van vizsga rajta, úgyhogy nem is volt sok, mert két dolgot kellett valamit javítani rajta. Ja, a rózsát keresem éppen. Ja, itt is muszáj volt ma kaszálnom, de meghalt a kasza, úgyhogy Lóri barátunkat föl kell hívni a faluba. Már hívtam, csak nem vette föl, hogy gyógyítsa meg itt a kicsi rózsa, amit kiviszek Tündinek, hogy elültesse. Maci itt figyel, ott figyel a Maci kutya. Igen. Na jó, szóval 24-e van június, most már rövidülnek 3 napja a napok. De mondom, annyi eső volt, hogy itt már kétszer kaszáltam a kertbe is, ott az udvaron is, meg itt is volt kétszer kaszálva. És meg se látszik. Még idén legalább 2-3-szor biztos kaszálni kell. Aztán augusztusban már nem nagyon szokott nőni a fű. Úgyhogy augusztustól egy picit lazább lesz a dolog. Ezt hova akarod a rózsát elültetni? Ott van egy üres ágyáska. Hol? Ja, itt, ahol a másik rózsa van? Jó. Az nagyon cuki ez a rózsa is. Igen, csak nem volt meg... Meg kellett volna metszeni. Akkor sokkal szebb lenne. Uh-huh. Szépen kiújult volna. Milyen jó kis kamera ez, te? Ahhoz képest, hogy telefon. Ja. Na, akkor itt ide ültetjük a testvéreké emellé, és akkor nem fognak szomorkodni egyedül. Hát rózsa, rózsa. Közben jön a csorda. Megállnak útközben, egy picit még falatoznak. Na, elmegyek, megnézem a többi cuccunkat. Jó. Epret az... Igen? Bicikék még, de nem baj. Petrezselyem? Nálunk a legjobb dolga a tormának van, mint látható. Ez úgy... Micsoda? Igen. Itt is elég nagy a fű, pedig itt is kaszáltam már kétszer. Na most így néz ki a helyzetünk itt. Hagyma az nagyon szép. Paprikák azok elvesznek itt a nagy dzsungelbe, de azért láthatók. Tényleg itt mindenféle kijött. Kapor az nagyon... nagyon erdős. Úgyhogy... igen, itt ez a letakart terület. Paradicsom, hopp, ez itt... ez itt sajnos meghalt. De a többi az... úgy néz ki, hogy valami lesz velük. Na, itt is egy nagy dzsungel jött ki. Úgy nagyon óvatosan kell lépkednem, hogy nehogy valami paradicsomot kitiporjuk. Hú, itt már van kicsi. Kicsi paradicsomunk is. És ez a burgonya. Ez jó nagy, ott hátul meg... ott hátul, ahol van az a nagy kupac széna, ott előtte jön ki a tök. Aha, kíváncsi leszek. Úgyhogy, na. Igen, a kertünk most. Jó dzsumbujos. De hát tényleg rengeteg eső volt most az utóbbi napokban, hetekben, meg ugye 2 hétig Pesten voltunk.
Ma van szerda, pénteken jöttünk haza Pestről. Na. Mennyi kapor. Azt a mind. Saláta. Nem szedtük le a salátát. Pedig mennyi kijött. Fokhagyma. Bársony virágunk. Egy darab elitalagot kijött, de azt én nem nagyon látom, hogy mi az. Kukorica. Itt a kukoricánk. Három sor. Ha valami lesz ebből is. Csak itt megint kaszálnom kell. Pedig itt már kaszáltam. Ó, Lina néninél mekkora dzsungel lett ott. Azt a mindenit. Szóval itt is kaszáltam egy hónapja. Körülbelül. Aztán jöttek az esős évszakok, napok, hetek. Megint olyan, mintha semmit nem csináltam volna. Málna is jó nagy. Kíváncsi vagyok, mennyi málnánk lesz idén. Eper az valamennyi volt, de... Mikor szedted le az epret? Tegnap? Tegnap előtt? Még egy-egy szem van itt. Még egyszer citromfű. Citromfű az most már ott megmaradt, szerintem terjedni fog. Aha. Levendulát át akarod ültetni? Azt ott a sarokba szerintem. Ja, ami ott van. Aha. De elgyomja ott a leftán. Leostján. Látszik, hogy itt udvar volt. Köves. De most jó nedves a föld. Hát, igen. Nem sokáig össze van tömörödve. Anyukának még vannak valami. Ezért. Mit hozott a múltkor? Hát a... Futtatni kell a kert, kerítés mellé. Nem akarom azt előtte elültetni. Hát ez, hát mondjuk jó lenne, ha jó, pénteken megint dolgozunk, szombaton Armand, suli a fotózás, vasárnap hétfőn. És akkor megnézzük, hogy a szóval szeretné ültetni, ezt ő hozta. Igen. Kedden megint dolgozunk, szerda, csütörtök, péntek megint nem, szombaton, jövő hét, szombaton elvileg megint. Jó lenne. Vasárnap, hétfő. Szerinted ezt ki tudom ásni? Hát, nehogy meghalljon, de miért baj az, hogy ott van? Ide akarna. Hát most ne oda akart. Hagyjad, hogy a már gyökeret ereszt, és akkor egy másikat meg ide, vagy egy ötöse. Oda. Ott van még egész. Az is jó helyen van ott, ha már ott gyökeret hát, vert. Erre nem akarok ebbe a körbe itt ilyen virágokat, se csak gyógynövényt majd. Ja, értem. De te akkor most miért ültetted el ezt ide? Ezt miért ültetted ide? Nem, az idén maradhatok. Valahová el kell ültetni. Na jó. Meddig örültünk a jó időnek? Egy napig? Van, de még nem biztos, hogy ezt ültetni. Hát... Lesz mit nyírnom itt. Fölhívja Lina nénit?
Ügyes vagy. Nagyon erős vagy, hogy eltörtél egy kapát. Csókolom. Hálás vagyok, ha támogatod a munkámat havi 1 liter tej árának megfelelő összeggel. Tünde Natura Kft. Kézműves naturkozmetikumok ellenőrzött bio összetevőkkel, parfüm és parabénmentesen.